Ahogy hallhatták, rengeteg változás hozott már most a COVID-19 az egész világon, és abban biztosak lehetünk, hogy nem ugyanazt a világot fogjuk élni, mint 2020 márciusa előtt. És arról is sokszor beszéltünk már, hogy az ingatlan szektorra ez mennyire kiemelten érvényes ez az állítás. Nézzük az erre vonatkozó részleteket. Talán még senki sem látja pontosan, mekkora kárt okoz majd a koronavírus miatti gazdasági visszaesés a világban, és azon belül egyes iparágokban, különösen az ingatlan szektor területén. Az otthon térkép csoport friss kutatásából már most jelentős változások derülnek ki. A fővárosban átlagosan közel három, a vidéki városokban másfél millió forinttal ér többet egy korszerű, szigetelt családi ház a COVID-járvány tavaszi lecsengése után az évelei árakhoz képest. 2020. áprilisa és augusztusa közt átlagosan 5%-kal nőtt a szigetelt háza kínálati ára a fővárosban és a vidéki városokban is. A felmérésből az is kitűnik, hogy még a kevésbé korszerű ingatlanok ára 18%-kal emelkedett, Addig a felújított, újszerű, szigetelt otthonok közel 41%-kal lettek drágábbak az elmúlt két évben. Ez azt jelenti, hogy egy 100 négyzetméteres ház szigetelésével, felújításával átlagosan akár 10-12 milliós ártöbbletet is elérhetünk. És a stúdióban vendégem Benedik Károly, a Dunahoz vezető elemzője. Jó reggelt kívánok, köszönöm hogy elfogadta a meghívásunkat. Ugye sokszor tesszük fel ezt az első kérdésként, amit ugye egy összefoglaló anyagban lát, az ember, főleg ami adatokra vonatkozik, hogy ez helytálló? Tehát ez, hogy amikor azt mondjuk, hogy Budapesten három vidéki városokban meg körülbelül másfél millió forinttal ér többet mondjuk egy korszerű vagy korszerűsített családi ház? Igen, az ingatlan piacon jellemzően a jobb tulajdonsága rendelkező korszerű otthonok mindig ö, drágábban picit, vagy nagyon drágában is elkelhettek a, az ingatlan piacon. Ez a pár milliós különbség, ez reális, akár már lakások esetében is, családi házaknál pedig képen fontos az, hogy, hogy egy jól felújított, korszerű szigeteléssel ellátott ház sokkal többet ér az új tulajdonosának, és sokkal több munkától mentesíti meg, hiszen nem kell, amikor beköltözik, nem kell felújítani, nem kell szakember találni, ami, ami azért az elmúlt években igen nehéz volt, és igen költséges volt. Ezért uh, mi is hosszú évek óta nézzük a preferenciákat, és egyértelműen a jobb és felújított lakásokat keresik a leendő tulajdonosok. Amikor azt mondják, hogy a jobb és felújított lakásokat keresik a leendő tulajdonosok, akkor alapvetően Budapest teljes területére igaz ez. Nyilván azért, hogyha az ember azt mondja, hogy vidék, akkor nem biztos, hogy mindegyik régióra ugyanez az állapot helyes helytálló. Igen, bár hogyha országos tekintetben nézzük, azért nagyjából hasonló a helyzet Budapesten és vidéken is, hogy azért inkább a, felújított otthonok felé tolódik a kereslet. Ez egyértelműen abból is adódik, hogy, hogy azért Magyarországon még mindig kevés az újépítésű lakás és ház, ezért a használt lakáspiacról kell választania a leendő tulajdonosnak, és hogyha már a használt lakáspiacról választ, akkor próbál minél jobbat, újszerű közeli állapotot keresni, és ezért hajlandó több millióval többet is kifizetni. Mi akár. A, mi a, a, leendő új új tulajdonosoknak a legfontosabb, amikor egy korszerűsített, felújított ingatlanról beszélnek, a szigetelés, a külcsén az, hogy megfelelő, nem tudom, járólappal, vagy más kiegészítőkkel legyen felszerelve egy lakás, vagy egy ház? az otthonválasztás az általában két, két szereplős dolog. Van egy érzelmi és egy funkcionális szerepe, akik tudatosabbak az inkább a technológiai megoldások, a szigetelés, fűtési rendszer, nyílányzároknak az állapota. De ezeket tud spórolni. Tud spórolni az energiaköltségen, de hát azért nagyon sokan nézik a belbecsnek a fontosságát, hogy hogy el tudja képzelni magát abban a, a, az otthonban később, hiszen hogyha azt mondja, hogy ez nagyon szépen felújított lakás, de utána a szép szétveri az egész belteret és új, újra csempézi, újra festi, akkor ugyanott van majdnem, mintha egy teljesen felújítandó lakást vett volna. Szóval azért nagyon sokan nézik a, a, a belcsint is. Van-e változás mondjuk, hogyha megint csak a főváros nézzük, akkor kerületi bontásban? hogyha ha lakásokat tekintjük, akkor, akkor igen van, hiszen a, a külső kerületekben jellemzően több az új építésű lakás, ezért ott sokkal könnyebb korszerű lakásokat találni, 13. kerület, 11. kerület, a belvárosban sokkal nehezebb már ilyen felújított lakásokat, ott jellemzően még mindig az elmúlt időszakban is nagyon sok befektető kereste azokat a tényleg tipikusan felújítandó lakásokat, rossz állapotú lakásokat, amit utána akár szétbontva, akár felújítva, újra, újra hasznosítva tud Eladni. Ezekből kevesebb van azért a belvárosban, a külvárosban sokkal több lakás, és a házak tekintetében, sorházak meg családi házak tekintetében egyértelműen Budapest külvárosa és agglomerációja az elsődleges célpont. Négyzetméter árakban milyen változások voltak, hogyha voltak egyáltalán? Ő... Én itt ketté bontanám a történetet. 2018-2019-ig meredeken emelkedtek az árak, és 2019-ben ér érkezett el egy ilyen éret szakaszába a piac, amikor egy pici stagnálás, pici megállás volt az ingatlan árakban. Ez még mindig áremelkedés, ár csak már egy egyszemélyegyű áremelkedés jelentett, és itt az nagyon fontos, hogy nem szabad összetéveszteni, nem csökkentek az ingatlanárak, uh -huh. nem emelkedtek olyan mértékben. 2020-ban ennek a folytatását vártuk, és itt a, a COVID-vírus miatti helyzet egy nagyon picit bele, belejátszott az ingatlanáraknak a, a, az emelkedésébe, változásába, de nem jellemző, nem nagyon. Tehát emelkedtek az árak, csak nem olyan dinamikus mértékben, mint ahogy 2019-ben mondjuk. 2018-ban. Így van, és mi 2020-ban is hasonló tendenciát várunk, és a, a, vírus utáni helyzetből is nagyon gyorsan rendeződtek az ingatlanárak, és nem is volt óriási csökkenés, inkább a tranzakció számban. No, van még annyi időnk, hogy beszéljünk arról, mert hogy ugye elkezdődtek az egyetemek, elkezdődtek ugye az iskolák, egy csomó diák már júliusban elkezdte keresni mondjuk a leendő albérletet. Van-e még mozgástere, akár mondjuk alkudozásban, kereslet-kínálat szempontjából kérdezem ezt, azoknak, akik mondjuk most keresnének ingatlanokat mondjuk a fővárosban vagy nagyobb egyetemi városokban? Ők most szerencsés helyzetben vannak, mert nagyon nagy a kínálat, és nagyon nagy is volt a kínálat. Új kínálat, kínálat volt egyértelműen, hiszen a, a turizmusnak a változásával nagyon sok lakás került a kiadó lakások piacára, ezért az egyetemisták sokkal nagyobb választékba tudtak keresni és választani, és itt azért alkúval is tudtak élni, tehát hogy itt az árakban jelentősebb volt a változás, mint az ingatlan piacon, 10-20, akár 30%-os olcsóban megkaphatjuk, hogy kibérelhetjük ugyanazt a lakást, mint előző év ugyanezen időszakban és sokkal nagyobb kínálatból választhatunk. Ez most lehet azért, hogy nem mond még semmit mondjuk a nézőinknek, de hogy ezt forintba kellene kifejezni, Budapest esetében ez mennyi spórolást jelent haviszinten? Ez 20-30 ezer forintokat is jelenthet, hiszen a belvárosban egy 160-170 ezer forintos lakást most már 130-140 ezerért is kivehetünk. A külvárosban nem volt ilyen jelentős, de ott is egy 130-140 ezer forintos kategóriájú garzonlakást 110-120 ezer forintért is most már ki tudunk bérelni. Tudom, hogy nehéz helyzetben vannak ilyenkor az elemzők, Akár politikus, akár gazdasági elemzőt kérdez az ember, vagy közgazdász, hogy mit hoz a jövő. De mondjuk ingatlan piacon lehet bármilyen tendenciát most megítélni szeptemberben? Az ingatlanpiac amúgy is lassabban változik a, a nagyon gyors gazdasági változóknál, kiszámíthatóbb éppen ezért, és hosszabb távra, hogyha tervez az ember, akkor befektetés szempontjából is sokkal biztonságosabb az ingatlanpiac. Mi azért várhatóan? négy-öt évente változik az ingatlan a struktúrája. Mi azt látjuk, hogy, hogy hosszan kitart majd ez a uh -huh. picit érett szakaszban lévő árváltozásban nem jelentős, de fejlődő ingatlanpiac kivéve, hogyha bármilyen olyan hatása lesz, ami, amit ugye még nem látunk a, a közeljövőben. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Én köszönöm.